Valódi riporter válogatáson érezhették magukat ma délelőtt azok a gyerekek, akik szerkesztőségünkbe látogattak. Vendégeinket Pós Anita, felelős szerkesztő kalauzolta az épületben, és mesélt nekik a híradókészítésének titkairól. Egy héten keresztül táboroztatja a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ a hátrányos helyzetű gyerekeket. A szervezők egyebek mellett olyan programokkal várják a résztvevőket, mint méhészeti bemutató, botanikus kert, strand és múzeumfalu látogatás. A jó cél érdekében magánszemélyek és intézmények is összefogtak, és péksüteményekkel, belépő és buszjegyekkel segítették a rászorulókat. Ezeknek a gyerekeknek, illetve a családoknak vannak családgondozói, és a családgondozók választhatták ki, vagy választották ki, illetve a családgondozóknak jelezhették azok a családok, akik szeretnék a gyerekeket ebbe a táborba elhozni, illetve hát az ebben a szabadidős tevékenységre. A gyerekek érdeklődve ismerkedtek a stúdió és az adásvezérlő berendezéseivel. Volt közöttük olyan is, aki azonnal otthon érezte magát a híradónk díszletei között. Úgy éreztem magam, mint az igazi híradóban lennék, és a kamerát is néztem úgy, hogy azt éreztem, hogy most igazi híradóban vagyok, de nem. És az ugyanúgy éreztem, hogy mint a párbeszédes műsorokat szeretem a tévében is, a Kölcseiben is. A nyár folyamán a Vécsei utcai és a Huszár lakótelepi alközpontban is szerveznek hasonló egyhetes táborokat a rászoruló gyerekek számára.